2019. március 23-án hat csapat részvételével amatőr jégkorongtornára került sor Csíkszeredában. Az eseményre a berettyújfalui csapatot is meghívták a szervezők. A hógolyók nevet viselő csíkszeredai játékosok 2019. január 26-án a 9. alkalommal megrendezett Morotva-ligeti jégkorongkupa résztvevői voltak. Jól érezték magukat, és elmondásuk szerint már nagyon várták, hogy találkozzanak az újfalui játékos barátokkal. A helyi jégkorongos fiúk korán reggel indultak el, hisz több száz kilométeres utazás várt rájuk. A hóval övezett utakat maguk mögött hagyva megérkeztek a szállodába. A vendéglátó székelybarátok meglepték a vendégcsapatokat. Együtt nézhették meg az Erste Liga elődöntőjét, melyben a házigazda Csíkszereda az Újpest együttesét fogadta. A fordulatos mérkőzésen a vendégek 1-0-ra és 3-1-re is vezettek. A harmadik harmadban azonban már a Csíkszeredánál volt az előny 4-3-nál. A lila-fehérek hosszabbításra mentették az összecsapást. A 4-4 elleni hosszabbítás első 20 perce nem hozott döntést. Azonban a mérkőzés 85. percében a csíki játékos Bece Tihamér eldöntötte a találkozót és a párharcot. A mérkőzést 5-4-re nyerték a csíkiek. A zsúfolásig megtelt csarnok szurkolói a székely himnusz eléneklésével ünnepelték kedvenceiket. Másnap reggel az amatőrök vették birtokba a Molnár Lajos nevét viselő műjégpálya játékterét. A rendezvényt Lukács Bence Ákos, a csíkszeredai főkonzulátus vezetőkonzulja nyitotta meg. Köszöntötte a csapatokat, köztük Berettyújfalu, Derecske és Hódmezővásárhely játékosait, valamint a csíkcsicsói, a csíkmadaras és a csíkszeredai játékosokat. Eredményes és tartalmas sportnapot kívánt a résztvevőknek. Megemlítette, hogy az a létesítmény, melyben a torna zajlik, a magyar kormány segítségével jött létre. Ezek után a sorsolás szerint Hódmezővásárhely és Csíkcsicsó csapatai kezdték el a játékot. Milyen érzésekkel jött el erre a mai napra? Nagy örömmel jöttem el, hiszen a jégkorong az egyik olyan sport, ami a szívem csücske, amit nagyon szeretek, magam is űzök, amatőr szinten. Itt azért nem próbáltam ki magamat, mert úgy gondoltam, hogy ez a nap ez másról szól, viszont nagy örömmel fogadtam el ezt a meghívást, amit itt a szervezők, a hógolyók csapata részéről érkezett. Ez egy csíki csapat, régóta ismerjük egymást, ez volt az oka annak, hogy én itt ma reggel itt vagyok, és másrészt pedig a sport szeretete. Mit jelent az itteni embereknek a jégkorong? Hát azt hiszem, hogy a mindent. Elég arra csak gondolni, hogy a tegnapi sportklub Újpest összecsapáson milyen hangulat volt. Ugye a jégkorong azt kell, hogy mondjam, hogy Csíkszeredában egy alapélmény, egy alapsport. Mindenki, aki itt van, az sportol, valamit sportol. Ha éppen nem labdarúgással foglalkozik, akkor ugye a másik a jégkorong, de a legnagyobb hagyománya ennek a sportnak van itt ebben a városban. Milyen eredményt vár a mai naptól? Hát az a mai nap ez csak győzelemmel zárulhat mindannyiunk szempontjából, hiszen itt a Kárpát-medence különböző pontjairól jöttek össze csapatok, magyar csapatok, székely magyar csapatok, és azt gondolom, hogy itt egy jó hangulatú, barátságos meccsek sorozata után bárki is lesz a győztes, mindannyian győzünk, hiszen az összetartozásunk bizonyítéka is ez a nap. Kis Imre átnyújtotta a csíkszeredai főkonzulátus vezetőkonzuljának Berettyújfaluváros és a Mezei Vil ajándékait. Ezt követően a szervezőktől megtudtuk, hogy mi volt a célja az első hógolyó kupa megrendezésének. Hát voltunk egy sikeres meghíváson Berettyújfaluba, és szerettük volna viszonozni nekik a meghívásukat. Ebből ez nem is cél volt, tehát az kötelességünk volt visszahívni őket, hogy egy igazi tornát lássanak nagy pályán. Milyen programmal vártátok a meghívott csapatokat? Hát elsődlegesen volt kitűzve egy sörgyárlátogatás, amiben beleszólt egy Erste Ligás hoki meccs, amire fontos volt, hogy elvigyük, hogy lássanak egy igazi derbit. És nem beszélve arról, hogy a turné után még mindig program van, ami egy kajálás, élőzene, egy igazi székely mulatás lesz
ha ők is részt vesznek, de remélem, hogy meg tudjuk győzni. A meghívást Berettyóújfalu, Hódmezővásárhely, Derecske és Csíkmadaras, meg Csíkcsicsó erdélyi csapatok fogadták el a hógolyókkal együtt persze. Mit lehet tudni erről a mai játékról? A mai játékról annyit lehet tudni, hogy baráti hoki lesz, mindenki fog ügyelni mindenkire, a bírók nagyon szigorúan fújni fognak minden durva testjátékra. A lényeg a mai tornán, hogy mindegy, hogy ki győz, az a lényeg, hogy fair play játék legyen. Az itteni embereknek a jégkorong az majdnem vallás. Tehát Csíkszeredában a jégkorong a legismertebb sportág, mindenki szereti, rengetegen járnak meccsekre. Úgymond én azt merem állítani, hogy a fiú gyermekek 90%-a korcsolyát köt, 10 éves koráig minimum. Nagyon, nagyon színvonalas hokit játszik Csíkszereda, nagyon jó hoki csapatunk van, mindenki ismeri a sportot, ez nekünk egy hitvallás. És mit jelent nektek az, hogy három magyar csapat is elfogadta a meghívást, és itt együtt játszhatunk? Hát ez nagyon jó, hogy az anyaországi csapatokkal kapcsolatot ápoljuk. Sőt, ezután szerintem minden évben szeretnénk, hogyha ezt a tornát meg tudjuk szervezni, viszont látni őket, kimenni, ha meg... barátkozni. Tehát ez nagyon jó dolog, hogy anyaországi csapatokkal együtt egy tornán barátkozunk, együtt hokizunk. Ennél szebb dolog szerintem nincs. A szervezők számára a rendezvény anyagi hátterének biztosítása jelentette a legnehezebb feladatot. A csapattársakkal együtt közösen finanszírozták a rendezvény legnagyobb részét. Elgondolások szerint a közeljövőben egyesületet hoznak létre, és így majd nagyobb támogatásra számíthatnak. Igazából 99%-a önerőből történt, a szponzorizálás az úgy van, mindenki, ahol dolgozott, a főnökér, amit ki tudott sajtolni belőle, de az nem jelenik meg sehol, tehát igazából önerőből történik. Még egyelőre reméljük, hogy tudunk majd egy egyesületet csinálni, és akkor talán lesznek szponzorok, sokkal nagyobb tud lenni, sokkal feldobottabb, színvonalasabb. Ez most egy kicsit ilyenre sikerült, önerőből, önpénzből. Ezt elvettük a családtól, ide tettük, majd visszapótoljuk a nyáron. Én életemben nem tanultam jégkorongozni. Gyerekkorunkban Berettyóújfaluban a Korhány éren kezdtük, 6 évesen, még a csavaros korikkal. Hát látni a profikat, meg köztük játszani, azt gondolom, ez egy minden nagyon jó élmény. Mit vártok ettől a mai naptól? Egy jó érzést. Azt gondolom, nem az eredmény lesz a lényeg, hisz mindannyian már családapák vagyunk. Szerintem ez egy jó kikapcsolódás, mert mindannyian elég komoly, nehéz munkát végzünk. Ilyenkor legalább úgy mondjuk ezt, hogy kirúgjuk a por. És milyen érzés, nem csak hogy apaként, hanem úgy apaként, hogy a fiaddal akár egyszerre vagytok a jégen? Hát amikor 30 év van köztünk, tehát én nem árulok el titkot, 54 vagyok, ő 24. Valahogy mindig ez volt az álmom, hogy a gyermekemmel tudjak együtt sportolni. És ezt szerintem minden apának kívánom, aki a gyerekét felnevel, hogy együtt játszhasson a fiával. Egy mérkőzésen vagyunk eddig túl, hogyan értékelnéd? Mennyire felelt meg az elvárásoknak? Nagyon meglepett, mert mi folyamatosan kis jégen játszunk, gyakorlatilag ennek a jégnek az egyharmadán, ahhoz képest mindenki oda tette magát, és az, hogy alapidőben döntetlent játszottunk, szétlövésben meggyőztünk, hát ez minden képzeletünket felülmúlja, úgy gondolom. Mióta jégkorongozol? Kb. 20 éve. Az amatőr ligában, igen, 20 éve. És mindig kapus voltál? Ezt a pozíciót választottad? Igen. Ez van, ezt szeretem, ezt nagyon szeretem csinálni. Mi a jó abban, hogy az ember beáll a kapuba, nagyon sok kilométer per órával közelítenek felé a korongok, és? Hát ez, hogy mondjam, egy olyan dolog, hogy amit kinek a sofőr élet szereti, ki a jégkorongot, ki a futballt, na, ez nagyon-nagyon sebességgel jön, ez nem lehet kiszámolni. Pontosan mennyi idő alatt, hogy neked kapad el a korongot. És annak ellenére, hogy ilyen sok védőfelszerelés van rajtad, vannak nyomai ezeknek a lövéseknek? Kerül. Na. Ma mutok ezek, amelyek itt vannak a lábamon, ezek. Amúgy ezek most könnyű felszerelések voltak olyan, hogy 50 kiló volt egy az egész cuccom. Ami volt azelőtt 50 kiló volt, de hát most ezek könnyű felszerelések, amik rajtam vannak.
És akkor a nézőknek mutassuk már, hogy miből áll egy jégkorong kapus felszerelése. Vannak ezek a mamut, van a mellvédő egyben válvédővel, akkor van a gagya, van a kell a védő, és ennyi van, nincs több egyáltalán. És a kezeden? A kezeden a lepkéskesztyű, ütőkesztyű, a sisak, most a bot. Azt szokták mondani, hogy általában a kapusok egy kicsit őrültek, ez igaz rád is? Hát közben gurulnak a gyógyszerek, sajnos ez van. Mit vársz ettől a mai naptól, illetve mi ennek a mai napnak az üzenete? Hát én nekem semmi kipogása, minden, csak békességesen és balesetmentesen végeződjék. Aztán ki nyer, ki nem nyer, nem számít, csak ne legyen cirkusz, ne legyen verekedés. Egy felemelő érzés ebben a csarnokban játszani, mert lényegében magyar földön vagyunk, és nagy élmény itt látni a sok magyart, akik meg tudták őrizni magyarságukat attól függetlenül, hogy távol vannak a hazájuktól, Magyarországtól. Szerintem itt a jégkorong minden. A buszmegállóban a útba irányító tábla is jégkorongütőből van, úgyhogy itt mindent jelent. Mit tudsz elmondani a verseny szervezéséről és a vendéglátásról? Egy szóval tudnám mondani, jellemezni, nagyon jó. Nagyon jó, és mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat. Mi is megtettünk mindent, hogy mikor őket vendégül láttuk, de ők is megtettek mindent. Mit vársz a mai naptól? A mai naptól? Hát logikus, hogy azt várom, hogy nyerjünk. Győzzön a Berettyóújfalú csapata, úgyhogy húj. Kivikével, jó? Azért, hogy a véleményem maradjon meg. Amatőr jégkorongosnak eljutni Csíkszeredába, és ott a helyiek ellen játszani, ez mindig nagy élmény. Barátokkal játszunk, sportszerűség van, buli van, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, nagyon örülünk, hogy meghívtak minket, és nagyon szívesen jöttünk. Hát a jégkorong az a barátságról szól. Úgyhogy ez a sport, ez a barátok sportja. Bár kemény sport, de mégis barátok vagyunk a meccsek előtt, a meccsek után, közben nem mindig. Ez a barátságról szól. A játéka igen fárasztó, különösen akkor, hogyha az ellenfél olyan gyors, mint amilyen nekünk a hógolyók és a madarasiak voltak, úgyhogy akkor kell kapkodni a levegőt. Gyors a játék, de hát erről van szó, ezt kell bírni, erre kell rákészülni. Miért vagy most itt a jégpályán? Azért, mert apukám agizik, és eljöttünk, hogy megnézzük. Szoktál neki szurkolni mindig? Igen. És hogy játszik apa? Nagyon jól. Gyere, ha nem bírod! Mennyei Csíkszereda, világ legszebb városa. Kedvencünk. Sőt, már régen meg akartam köszönni nektek, Berettyóújfalú jégkorongos társaságának, hogy meghívtátok a csíkiakat. Szívemhez közel álló dolog volt, ugye rendszeresen járunk mi is, óriási tettet hajtottatok végre, hogy meghívtátok a csíkiakat. Ennek köszönhetően a világ összes pénzért nem maradtunk volna ki ebből a idejövetelből. Egyetlen egy vágyam van, hogy tudjuk visszahívni őket. Ugyanúgy, ahogy ti tökéletesen rendezésbe és tökéletes óriási vendégszeretettel ugye fogadtátok őket, ugyanúgy szeretnénk mi is, ha lehetőség adódik, ugyanezt megtenni. A fő kívánság, hogy ez a nagy szeretet, ez a nagy baráti légkör fejlődjön, maradjon meg, tiszteljük egymást, szeressük egymást, eredménytől függetlenül, mert tulajdonképpen ez egy baráti összejövetel, az, hogy most kiüti a gólt, kikapja a gólt, nem sok. Az Erste Ligában ott legyen fontos, meg legyen lényeges, itt az legyen a lényeg, hogy jó barátok vagyunk, jól ismerjük egymást, szeretjük egymást, tiszteljük egymást, még adja a jó Isten, hogy sokáig. Nekem már nem olyan sok van hátra, ki tudja, de ameddig bírom, jövök. Mennyi ajándék, minden ilyen torna nekem. Majd megtudjátok 60 fölött. Jégkorongozni körülbelül 40 éve, csíkmadarasról vagyunk.
egy egész jó társasággal. Nagyon jól érezzük magunkat. Szuper a rendezés, meg szuperek a csapatok. Most győztük le az örök riválist, a hógolyokat, úgyhogy minden oké. Mi a véleményetek azokról a csapatokról, akik ellen még nem játszottatok? Magyarul, milyennek érzitek a torna színvonalát? Nagyon jó, nagyon jó. Az látszik, hogy amatőr, de ez benne a lényeg, hogy amatőr legyen, nem profi játékosok, meg nagyon jó, szuper, szerintem nagyon szuperek a csapatok. Jó a légkör, jó a társaság. Szerintem a lényeg az, hogy senki ne sérüljön, mindenki érezze jó magát, meg legyen egy jó szép nap ez mindenkinek. Hogy szoktatok készülni az ilyen kupákra? Hát mi 3 vagy 4 éve fergetek a csapatnak a neve, amúgy csak Madaras képviselők most. Körülbelül 3-4 éve, hogy járunk minden szerdán jégkorongozni Csíkszentmihályra. Úgyhogy különösebben nem készültünk, mindenki nem tudta eljönni, de örvendünk, hogy annyian részt vettünk, hogy egy csapatot ki tudtunk állítani, úgyhogy nagyjából ennyi. Milyen eredményt vártok a döntőben? Hát mindenki nyerni szeretne, hiába, hogy amatőr. Nagyon reméljük, hogy megnyerjük ezt a tornát, és első helyen fogunk végezni. De hogyha nem, akkor sincsen semmi gond. Lenne kedvetek Berettyóújfaluba eljönni, kispályások itt játszani? Sőt, minden évben járunk kispályára, kiskörösre, oda 7. éve ilyen amatőr tornára. Ha meghívnak, szívesen megyünk, még most gondolkozunk mi is, hogy majd fogunk rendezni, akkor majd meghívjuk mi is a Berettyóújfalusok. Mostanig nem volt, nem tudtunk velük játszani, nem tudom még kivel játszunk a döntőt. Jó, akkor Berettyóújfalu, akkor meg pláne. Na, akkor hajra, mindent bele! A döntőben a berettyóújfalui fiúk hősiesen küzdöttek a győzelemért, azonban a nagyobb játéktudás, gyorsaság a madarasiak megérdemelt győzelmét hozta. A játékvezető páros, apa és fia a korrekt játékvezetés mellett remekül érezték magukat a tornán. Hogyan értékeli a mai napot? Ja, ez a székérdés mindig nagyon meg szokott lepni, amikor ilyen helyen vagyunk. Zseniális, szenzációs, fantasztikus, csodálatos, nem tudok más szavakat találni. Milyen volt a játék? Az elején, mikor idejöttünk, nem voltunk tisztában, hogy milyen színű csapatok lesznek, de a vártnál feljebb teljesítettek, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki kitett magáért. Nagyon jó a torna színvonala. Mindig jó érzés azt látni, hogy a jégkorong, akármennyire versenysport, nem csak a versenyzőknek szól, nem csak a versenyzőkért szól. Itt most olyan srácok jégkorongoznak, kortól és jégkorongtudástól függetlenül, akik magáért a játék szeretetért vannak. Nem pusztítják el egymást, játszanak, szeretik. És mindenképpen dicséret is illeti a szervezőket, de maximálisan kitettek magukért az első perctől kezdve, gondolom az utolsóig. Gratulálok nekik! A torna eredményhirdetéssel zárult. A külön díjak kiosztását követően a helyezettek átvehették az érmeket és a kupákat. Harmadik helyen a csíkszeredai hógolyók, a képzeletbeli dobogó második fokán a berettyóújfalui játékosok, míg az első helyen a madarasi jégkorongozók végeztek. Másnap a program a Magyarországról érkezett csapat tagjai számára a csíki sörgyárban tett látogatással és sörkóstolással zárult.